Körbőd idő, álom szent beszéd, már rég sejthető, hogy az élet miért válaszét. Szerepet játszottál, belém is fáradhattál, álmunk szélbe szortad szét. Miért vonz és miért a szint? Miért kell, ha így fáj? Fáradt hangom, csak háttér zaj, csupán minden mosoly. Tudom, mást jelent, wow, wow, wow. Nem küldhetsz. Minek is játszol, minek is játszol, ha úgyis átlátszol. Összezár, miért volt és miért a szint? Miért kell, ha így fáj, ha így fáj? Fáradt hangom, csak háttér zaj. Miért volt és miért a szív? Miért kell, ha így fáj? Ha így fáj, ha így fáj, miért küld el? Ha visszahív, 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 visszahív. Fáradt hangom, csak háttér zaj, csupán. Ez volt a háttér zaj. Egy kis kulisszatitkot közben elárulok. Na. Egy igazi családi produkció volt. Én most tudtam meg, hogy az anyukád vokálozott a háttérben, illetve a te édesapád és Bojki Balázs. És Bojki. Pontosan. Egyébként most tök őszintén, ti gondoltátok volna, amikor beadtátok ezt a dalt a pályázatra, hogy idáig el fogtok jutni? Szerintem, hogyha valaki beadja a pályázatra a dalát, akkor valamilyen szinten reménykedik benne, de ez több, mint csodálatos, amit mi átélettünk ideig. És több, mint csodálatos, amit nyújtottatok. Tényleg fantasztikusak voltatok. Leginkább azért izgultunk, hogy egyáltalán bejussunk a versenybe annól, szóval hát ezt úgy nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki által itt állhatunk, tényleg őszintén. Na, halljuk a zsűri véleményét, Miki. Na hát, egyrészt az Ávodinak mondanám, hogy a zeneszerzőnek, ugye 17 éves vagy 18? 17. 17 éves vagy. Szóval, hogy azt mondják, hogy tehetséges az, aki többet tud, mint amennyit tanult. És ebben az az érdekes ebben a mondatban, hogy lényegében ebben benne van az is, hogy a szabályokat, ami tanulhatók, azt felül tudja írni. És nagyon nehéz, azt gondolom, meghatározni mindig, hogy mitől újszerű valami. Nagyon nehéz körbeírni, mert ugye magát mondjuk az akkoriét nézed, vagy magát a dalamát, nem feltétlenül biztos, hogy az új benne, hanem az egésznek az atmoszférája, a hangszíne és a többi, ahogy hozzányúltatok, az egész nagyon különleges lett. Én nekem talán azt már múltkor is mondtam, hogy ez egyik favoritom volt az elejétől kezdve. Én egy dolgot akarok neked mondani, hogy 17 évesen, hogy mindig ez egy olyan nehéz dolog, mert annyira fiatal vagy, és egy ilyenfajta siker, amit most teljesen jogosan megérdemeltek, ez mindig egy nagyon-nagyon nehéz szerintem ezt később feldolgozni. Én nagyon-nagyon sok erőst kívánok neked, és az, hogy az utad mellett kitartsál, én nagyon remélem, hogy a műsor is téged támogat abban, hogy ne az újszerű dolgokat, és ne, tehát ne a
tehát ne a szabálykövetést válasz, hanem igenis bátran kísérletezzél, nagyon nagy szükség van erre a lazaságra ennek az országnak ilyen értelemben. És közben persze az énekes kollégát is nagyon szeretném megbicsérni, elnézést, hogy ezt most így külön választottam, csak nem nagyon tudtam előtte még erről beszélni. Oliver nagyon-nagyon tutira elénkelte, iszonyúan megtöltötte a dalt, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ennek a dalversenynek ti vagytok a perfekt résztvevői. Elsősorban azért, mert semmilyen statisztika nem áll a kezembe, de azt hiszem, hogy a Marci a legfiatalabb résztvevő, de ha nem ő a legfiatalabb, akkor az egyik legfiatalabb. Na most... Ő a legfiatalabb, Karesz. Ő a legfiatalabb. Na, gratulálok hozzá. Ehhez szeretném mondani azt, hogy Marci, nagyon jó dalt írtál, a korodhoz képest olyan ez a dal, mintha 15 éve csinálnád, nagyon sok olyan rutinszerű megoldás van ebbe a dalban, a harmónia vezetéssel, stb. Megemlítem, különös szuperprodukciós munka is van benne, hogy nem bízni el magad, nem az, hogy most egy jó kijött belőled, aztán olyan vagy, mint a fiatal futballista, aki lő egy marha nagy gólt, és azt hiszi, hogy most már megcsinált mindent, és elmegy bulizni, és utána elfelejtik. Neked még 30 ilyet kell írnod, és ez legyen egy indítás arra, hogy neked jó vagy. Az Olivernek meg mondom, hogy nagyon szuperul énekeltél, talán most, annak ellenére, hogy a döntőben általában mindenki sokkal jobban izgul, mint egy ilyen elődöntő részén, de azt hiszem, ma voltál a legjobb. Nagyon kontroll alatt tudod tartani a hangodat, és nagyon ez a felső falzett, amit kinyomsz, ez mindig perfektő volt, és nyugodtan el tudtál menni a mikrofontól egy méterre is akár, mert annyira átjött, úgyhogy nagyon gratulálunk, és azt mondanám, hogy ti vagytok a bizonyíték arra, hogy a magyar zeneszerző, a magyar énekes világszínvonalat tud képviselni, és nagyon, nagyon örülök, hogy itt voltatok, és nagyon drukkolunk a továbbban jösszettek. Szerintem most a szüleiteknek pocsognak a könnyei a háttérben, Karamell. Rövid leszek. Nem győzöm elégszer kihangsúlyozni, a dalszövegre is szeretném felhívni a figyelmet, mert fantasztikus. Együtt csodásak vagytok. Szeretném még kiemelni, Olivér, ahogy kontrolláltad a hangodat és a dalt, ahogy kézbe tartottad, mesteri volt. Ti vagytok az a formáció, nem szeretek ezzel a kifejezéssel dobálozni, hogy világszínvonal, de ezt a produkciót én személy szerint bátran fölmerném rakni a világ bármelyik színpadára. Bravo! Tehát világszínvonal! Nagyon szépen köszönjük a zsűrinek a véleményét. Srácok, pihenjetek le a páholyba. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok.